Na hello, sziasztok! Itt vagyunk egy újabb Ark modos videóval. Ez egy különlegesebb videó lesz, mivel most egy olyan személyt, egy állatot szeretnék bemutatni, aki ebben a sorozatban nagyon, de nagyon sokat segít nekem. Mindenféle téren. És ő pedig egy Eerie tekes tapejara. Ugye aki nem látott már Eerie tekes tapejarát, ugye maga az Eerie azt ugye vagy bossból lehet hozni, vagy ugye, hogyha valaki esetleg, mivel ugye bejöttek ezek a színes állatok, bekapcsolja a szerverén, akkor lehet fogni szervereken. Ugye alapvetően single playerben nincsen ilyen, csak a bosszoknál. Ugye alapvetően fel kell támasztani őket, vagy ugye, ahogy mondtam, spawnolnak, és akkor be kell tímelni ezeket az állatokat. Ugye a tekes nyereg pedig ugye alapvetően a bossnál lehet, vagy pedig a shopban lehet megvenni az alap 4 darab nyerget. Ugye az alap úgy van, hogy ha megveszed, mindjárt meg is mutatom nektek. Ebbe? Igen, ebbe 160 émből ér. Akkor, hogyha ezt megveszed, akkor mind a 4 tekes nyerget megkapod az alapvető 45-ös armorral. Viszont ugye ezen a tapejarán egy 634,82-es armor van. Szerintem ez a legfullosabb armor, amit lehet szerezni. Ugye a bosszokba ugye nem alapot, hanem annál egy kicsivel lehet jobbat tudsz szerezni, jobb színeket, erősebbet. Ugye, de az én például sose tudtam szerezni, nagyon nehéz kifogni és megtalálni őket. És hogyha tényleg rá akarsz állni a bosszozásra, az elementnek a farmolására, akkor nem biztos, hogy jó ötlet járogatni végig a bosszokat, a ládákat, ugye, hogy megkapjad magát ezt a nyereg blueprintet, ugye a tapejarához, inkább csak bosszozni. Ugye ő alapvetően 777-es, ugye 48.000 élete van, majdnem 5000 mid damage-e, 300-as movement speed-je, alapvetően gyors, bőven szerintem elég. Van neki 560.000 vétje, hát igen, ebben minden elfér. Ugye a dodóknál, amiket az előző videóban megmutattam, ott például ugye ők kiszintűek voltak, és alapvetően már a sima dodóra már nem tudtam felülni a cuccaimmal, például ilyen kardok, fegyverekkel, mert nem bírta el egyszerűen, ugye ez az állat biztosan el fog bírni. Oxigénje viszont nincsen. Sajnos sok. És ugye még rádob maga a goldcore rá, de viszont az csak a HP-ra és a staminára. Sajnos még éjszaka van, de ugye már ez az állat világít. Sajnos a színbartos állatok közül hát én a tapejarára én azt mondanám, hogy annyira nem jó. Kicsit nekem nem annyira erős a színe, mint például az Argentarvisnak. Azért eszméletlen menő néz ki, viszont annyira nem világít jól. De így is menő. Ugye a tekes nyereg rajta. Szerintem hogyha tekes nyergeket nézzük, akkor a tapejarán a legópép ez a tekes nyereg. Na, jól néz ki. Utána meg szerintem ugye a Rex, a Mosza, és utoljára maradt sajnos a Megalodon. Annak egy kicsit nekem nem tetszik a nyerge. Például nekem nagyon alap, viszont alapvetően is jól néz ki. Ugye minden tekes nyereg jól néz ki, csak így szintekbe. Ez a 3 világító csík, meg maga a tapejarán, ugye ezek a dolgok, ezek nagyon menő néznek ki szerintem. Nekem már alapvetően volt is sorozatokba, vagy egyéb ilyen dolgokba Eerie tekes tapejarám, tényleg nem nehéz megszerezni, bár dolgozni kell érte. Ugye az én bőrt összegyűjteni a sima tekes nyeregre, meg ugye a színes állatot befogni, vagy éppen, hogyha fel akarod éleszteni, vagy ha bossból hoztad, akkor meg kell dolgozni érte. Viszont a végeredmény magáért beszél, nagyon menő, nagyon látványos, lehet vele menőzni, és önmagában a tapejara ez egy nagyon jó állat is, mivel ugye 3 személyes, mondhatjuk, hogy a Quetzal alatt van, már csak annak, hogy is mondjam, a téren, hogy ugye hány ember tud rámenni, mert a Quetzalra akár bármennyi, de ugye összességében le lehet esni a Quetzalról. Ugye a tapejarára 3, a griffre 2, a sima állatokra pedig 1-1 ember tud csak felülni. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó ugye szállítani, főleg tímelni, mivel a tapejarával szerintem a Quetzalt tímelni a legkönnyebb, ugye. Főleg nem csak abból a szempontból, hogyha ketten tímeltek vagy csapatba, hanem akár egyedül is, én legfőképpen tapejarával szoktam egyedül tímelni Quetzalt. Tényleg csak átül az ember, és lövés a Quetzalt, és igazából ugyanúgy hatásos. Még mindig sajnos nem világosodott ki, ami nem valami jó. Hát 1 óra van, 11 fok. Úgyhogy ő az én kis segédem ebbe a sorozatba. Igazából látszik is, hogy már benne van egy csomó minden. Karnó, kompi, ugye a Titanosaurusnak a izéje, egy 420-as Raptor, Argentarvis, itt is a kompi, 585-ös, szerintem az, ami már benne szerepelt a videóban, az a zöld színű. Meg egyéb dolgokat belerakok. A sok bogyó, ez nálam maradt. Úgyhogy ja, ez egy eszméletlenül jó állat. Custom-t ugye még lehetne rárakni, viszont szerintem a modolba rá nincsen semmi, sajnos. Sajnos nincsen semmi. Hát ilyen a gyorsasága. Szerintem megfelelő. Ugye alapvetően ezt a 300-as movement speedet simán is ki lehet húzni, de szerintem egy admin szintű ember kell hozzá, hogy egy 300-ast kihúzzon az ember. Hogyha nem admin vagy, akkor egy 240-260-as movement speed, ami reálisnak mondható. Szerintem tényleg az, ami lehetséges. Ugye ő pedig egy 300-as, viszont rajta van a kollár, úgyhogy 250-es csak. 250-es. És már szintet rajta nem tudok húzni, úgyhogy annyira mégse gyors, mint amennyinek beállítom, viszont 300 is jó. De ővele szoktam főként járkálni. Hát sajnos éjszaka van. Visszajöttünk itt a Spinóhoz. Körülbelül ez ennyi lett volna ez a videó, ez tényleg egy informatív jellegű videónak mondható. Beszéltem egy kicsit a tekes tapejaráról. Hát, itt bugol. Nézzük, ez az 5000. Ne! Mindegy, akkor nem nézzük meg. Hogy ez az 5000 millimage ugye mennyi számít a madárnál. Mindegy is. Igazából, oly mindegy, biztos keveset. Tényleg, na, ez egy informatív jellegű videó volt. Beszéltem egy kicsit a tapejaráról, ugye, hogy hogyan lehet megszerezni a színváltósat, meg ugye magát ezt a teknyerget is. És tényleg ebben a sorozatban nekem nagyon nagy segítségem ez a tapejara. Vagy úgyis sokszor fogjátok őt látni, alapvetően. Köszönöm, hogyha megnézted azt a videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok. Írjatok kommentet a tapejaráról, hogy ti szerintetek mennyire OP összességében, mire szoktátok használni. Egyéb ilyen információkat, hogy tetszik nektek ez a tekes, vagy éppen színes változatával. És ha tetszenek a videóim, akkor pedig iratkozzatok fel, ha szeretnétek. Én itt elköszönök. Friedrich voltam, Frici, és majd a következő videóban folytassuk a módos sorozatot. Na, sziasztok!